Nagyon sok idős ember él egyedül, közvetlen felügyelet nélkül. Most megmutatjuk, hogy hogyan lehetnek mégis biztonságban a nap 24 órájában. Melyek azok a veszélyek, amik miatt mondjuk egy idős embernek folyamatos felügyeletre lehet szüksége? Nagyon fontos az, hogy az otthon ülő vagy otthon élő időskorúaknak legyen lehetőségük arra, hogy valakitől segítséget, konzultációt tudjanak kérni. Tehát egy olyan diszpécser központ, egy olyan lehetőség, amit felhívnak, akár ha bajban vannak, akár csak tanácsot akarnak kérni. Kialakulhat bármi, ami miatt segítséget kérhetnek, akár egy rosszulét esetében, akár egy stroke esetében, vagy akár egy szimpla elesést követően is, hiszen nagyon sokszor abban is segítséget kell kérniük ahhoz, hogy egyáltalán föl tudjanak állni és tovább tudjanak jutni a segítség nyújtás felé. Mire érdemes figyelni, hogyha az ember megbízást szeretne adni mondjuk egy segélyhívóközpontnak a szeretteivel kapcsolatban? Mindenképp érdemes olyan rendszert választani, ahol országos lefedettség van, ahol nincs behatárolva, hogy valaki elhagyhatja-e az otthonát, vagy nem, tehát bárhol van, és ott be tudják azonosítani. Akár legyen arra lehetőség, hogyha mondjuk demencia kialakulna, akkor be lehessen állítani egy teret, amin kilépve tájékoztatást kap a diszpécser központ. Érdemes arra figyelni, hogy szakképzett diszpécserek álljanak a háttérben, akik mentőtiszti, ápolói, szakápolói végzettséggel rendelkeznek, ezáltal kellő segítséget tudnak nyújtani, akár akkor is, hogyha arra van szükség, hogy telefonon keresztül egy újraélesztés lebonyolításában segítkezzenek, akár ha arra van szükség, hogy fölismerjenek egy-egy betegséget a tünetekből, és az alapján beazonosítsák, hogy mi a következő lépés. Érdemes olyan készüléket választani, ami egyrészt letisztult, könnyen kezelhető, másrészt pedig, amikor lemerülőben van a készülék, akkor küldjön magáról szintén egy jelzést, és a diszpécser ez esetben vissza tudja hívni, és tudja jelezni neki, hogy tegye fel a töltőre, és ezáltal biztosítani tudja 0-24 órás felügyeletet. Egy ilyen eszköz akkor tudja betölteni a szerepét, hogyha folyamatosan a használója közelében elérhető távolságában van. Ezért olyan érdemes választani, ami nyakba akasztva is viselhető, kézen hordva is használható, illetve vannak olyan tartozékok hozzá, ami alkalmassá teszik arra, hogy az övön viselve is használják. Akkor most folyamatosan rezeg. Halló, jó napot kívánok, Bacsa Beatrix vagyok, a LifeMax Dispatcher központjában. Miben segíthetek? Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy jelentkezett a Több mint testőr teszthívását. Közvetítettük most. Nagyon szépen, köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.